Sziasztok! Kasper Jéhes, Sarkon Akadémia előadás. Onnan jött az egész ötlet, hogy csináljunk a Kasper Jéhes előadást, hogy nagyjából egy olyan egy-másfél éve már elég intenzíven használjuk a frontenden a Kaspert, és tudom, hogy már mindenkinek volt úgy vele dolga, csak gondoltam, hogy legyen egy ilyen tutoriálszerű elejétől a végéig, hogyan indulunk el, hogy kell csinálni, minden jó és minden egyéb hasonló dolog. Mi az a Kasper Jéhes? Hello! Egy Phantom JS-re, illetve azt most néztem, hogy már van egy Slimmer JS nevű zuc, azzal is lehet használni, csak ez kicsit másra való, mint amire mi fogjuk használni. Erre a két eszközre épül, és gyakorlatilag egy navigációs és tesztelési keretrendszer. Ugye rögtön, mikor én annól elkezdtem ismerkedni, akkor rögtön jöttek el is, hogy mi az a Phantom JS. Phantom JS az egy gyakorlatilag headless webkit böngésző, ami az van egy JavaScript API, és ezzel a JavaScript API-val lehet mindenféle szolgáltatását elérni, és ugye ennek az az erőssége, hogy webkit, tehát hogy ugyanúgy fog elvileg kinézni, működni, mint bármi más webkit alapú böngésző. Mire jó a Kasper? Gyakorlatilag kettő dologra. Az egyik, amit tud alapból, hogy automatizálni lehet vele bizonyos weboldalon végezhető tevékenységeket. Ugye ez le is van írva egyébként valahol a doksin, hogy nyilván ezt effektíve rosszra is lehet használni, ugye lehet crawlert építeni vele, meg minden egyéb dolgot lévén, hogy egy böngészési folyamatot lehet vele végvinni, de nyilván előtte el tudunk képzelni olyan feladatot, ami nem arról szól, hogy valaki másnak az adatait leszedjük, de nem mondjuk lehet, hogy nem tudom, óránként ellenőrizni kell valamit, és ezt nem feltétlenül egy tesztkeretrendszer formájában csináljuk, csak mondjuk valahogy automatizálnánk. És a Kasper az arra jó, hogy gyakorlatilag a Phantomhoz képest ad még néhány extra feature-t, és kicsit ugye elfedi a Phantomot a háttérbe, és hát ugye nyilván az is ennek a lényeg, hogyha majd lesz, nem tudom, egy másik hasonló headless böngésző, akkor csak a Kasper az ugyanúgy fog tudni vele kommunikálni, mert ez plusz egy réteget tesz az egész folyamatra. És a másik, amire mi használjuk, meg amiről az előadás nagy része is szól, az pedig az, hogy hogy lehet a Kasper ilyest felületek tesztelésére használni. Ugye itt arról van szó, hogy van egy weboldalunk, böngészőben működik a weboldal, és annak szeretnénk bizonyos részeit automatizáltan ellenőrizni, hogy jól működik-e. És ugye lévén, hogy azért már vannak olyan oldalak, amik több mindent csinálnak annál, hogy megjelenik egy szöveg, és akkor azt kell előzni, hanem kinyílik, becsukódik, kattintok, megváltozik, stb. És ez ugye rendeletesen előforrás igényes lenne minden egyes alkalommal változtatás során egyesével átnézni. Ebben tudok azt pedig nagyon nagy segítséget adni, hogy az ilyen tipikus ismétlődő dolgokat ő maga meg tudja nézni. Pontosan mit lehet vele csinálni? Ugye értelemszerűen le lehet tölteni weboldalokat, weboldalakon lehet kattintgatni, linkeket követni, mindenféle egyéb DOM változást figyelni, az űrlapokat ki lehet tölteni, el lehet küldeni, hogyha van rá szükségünk, akkor tudunk képernyőmentést készíteni az aktuális állapotáról az oldalnak, ez például akkor nagyon jó, amikor látjuk, hogy valami eltörik, de nem igazán tudunk kiindulni a hiba üzenetekből, hogy mi a helyzet, képernyőmentés olyankor segít, mert lehet látni, hogy valami nagyon eltörött, vagy csak egy kicsit törött el, vagy sokszor már szemre elsőre egyértelmű a hiba. Arra is nagyon jó még, hogy el tudja kapni az oldalon előforduló JavaScript hibákat, tehát mintha mi a böngészőben kinyitjuk a konzolt, és akkor látjuk, hogy van valami piros hiba üzenet, vagy akár csak egy valamilyen üzenet, erre tudunk figyelni, és akkor erre is lehet ilyen automatizmust építeni, hogy jelezzen be, hogyha valami ilyet lát. Ezen felül még ugye hát le lehet tölteni erőforrásokat, például arra is nagyon jó, hogy lehet mondjuk API-t tesztelni, amit visszaad egy JSON választ, és akkor lehet nézni, hogy az megfelelő formába jött vissza, illetve hát bináris fájlokat is le lehet tölteni vele. Ideális, ezt mondjuk nyilván nem úgy tesztelünk, mint egy JSON, de a lehetőség megvan. És akkor ami még az erősség, hogy JUnit formában a tesztszervényeket le tudja menteni a tesztkészlet futtatása után, és akkor életemszerűen az be lehet kötni a Jenkinsbe, abból lehet mindenféle grafikont rajzolni, és így tovább. Hogy lehet Kasper JS-t csinálni? Ha majd fölmentek a weboldalára, és még nem telepítettétek, tök jól le van írva Windowsra, Linuxra, Macre, mindenre, hogy lehet Kasper JS-t telepíteni. Szerintem a legegyszerűbb, hogyha van a gépen NPM, akkor NPM-mel felrakni. Itt annyi kis lábjegyzett szintű megjegyzés, hogy a Phantom JS-ből van egy ilyen elvárása a Kaspernek, hogy az 1.8.2-es verziónál legyen idősebb, de a 2.0-as verziónál fiatalabb. Múltkor nagyjából egy 4 órát monyoltam el azzal, hogy van valami bug a mostani tesztkészletünkben, hogy gyakorlatilag minden egyes metódus hívás után kirak egy ilyen üzenetet, hogy nem tudom, unsafe, nem tudom milyen hívás. És a 456. nyitott GitHub jegybe találtam meg, hogy a 2.0-as Kasper meg Phantom JS átállás miatt van ez, és hogy csináltak valami külön branchet, meg nem megvan ott kicsit kavarva, de a 2.0 alatt kompatibilis a Kasper az igazából a lényeg. Gondolom, hogy újra volt ott írva a Phantom JS, akkor azt még nem csinálták meg, és 2.6-nál idősebb Python kell hozzá. Ami még fontos, ezt írja a doksi is, hogy benne van az NPM-ben, tehát NPM-mel lehet telepíteni a Kasper, de ez nem egy node modul, tehát nem
úgy kell rá gondolni, hogy ha van egy nódos projektünk, akkor ezt abba bele tudjuk rakni, és tudunk vele valamit csinálni. Ez gyakorlatilag csak föl tudja telepíteni a Kasperiest, amit aztán tudunk futtatni. És akkor, hogyha föl van telepítve a Kasper, akkor mi az, amit lehet vele csinálni? Ezt meg fogom mutatni. Csináltam egy ilyen, hát gyakorlatilag, mint a múltkor a Vimes előadásnál, most is csináltam egy ilyen mini kis feladatlistát, amiket meg szeretnék mutatni. Föltoltam az egészet GitHub-ra, úgyhogy akit érdekel, az le tudja majd a kész fájlokat tölteni. Itt most az a helyzet, hogy van egy ilyen kezdő projektünk. Már megírtam előre a feladatokat, de majd most nulláról fogjuk összerakni, csak ez az, ami gyakorlatilag föl van pusholva a GitHub repóra. És ami a lényeg, hogy hogyha visszamegyek, nem csodat, akkor itt kéne legyen egy package.json-nak. És látom, hogy egy minimális package.json-t hozzá, itt annyi van, hogy a Kasperiest föl fogja rakni. És ha ezt esetleg letöltitek, akkor ugye egy NPM installal már telepíteni is fogja. Remélem, hogy letöröltem, hogy most telepítse. Nem úgy néz ki, hogy igen. Kicsit molyol. Most ugye értem szerint az én gépen már amúgy is fönt volt a Phantom IS, meg a Kasper azért fut le ilyen gyorsan, de hogyha nem lenne fönt, akkor ő felrakja magának a háttérben a Phantom IS-t is. Én most az 1.9.7-es verziót használom, egyébként nekünk a frontenden ez van az autotesztes gépen is, hogy talán egy verzióval van fiatalabb vagy idősebb, nem tudom pontosan. Hogy van, és akkor innentől kezdve van Kasper IS-ünk. Ez ugye berakta magát a Node Modules könyvtárban, ott a binárisra elérhető, de itt megint csak az, hogy nekem van már a gépen Kasper IS, tehát hogy ezt fel van telepítve is tudom használni. Mindjárt kihozzuk, ez az 1.1.0 kötője beta 3 verzió, ami most ilyen ajánlott. Hát nem tudom pontosan melyik az a verzió, ami korábbi, ott már vannak ilyen kompatibilitási problémák, ott van is a doksiba leírás, hogy hogy lehet átállni. Mi azt hiszem, hogy már ennél az ágnál kapcsolódtunk be, úgyhogy nekünk nem igazán volt ilyen. Ez az, amivel így érdemes elindulni. És akkor az lesz most itt a deal, hogy fogok csinálni egy JavaScript fájlt. Gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a legtöbb ilyen tesztelési keretrendszer, mindenféle mintára meg lehet neki adni, hogy milyen fájlokat dolgozzon föl. Tehát itt például, ha megnézitek, az összes fájl kötőjel tesztre végződik. Hogyha ráengedném a Kasper, hogy kötőjel text.js, akkor elindítaná az összeset egymás után. Most csinálok egy ilyen sima mezei text.js-t. Hozzáadjuk a githez. És nem leszek rest elfelejteni, hogy valami miatt nem UTF-8 volt. Ezt mindig be szoktam nézni, de már jó lesz. És akkor ugye kétféle megközelítés van. Az egyik megközelítés az, amikor nem tesztkeretrendszerként használjuk a Kaspert, csak mint a navigációs eszközként. Ilyenkor úgy indulunk el, hogy van a JavaScript fájlunk, és megnyitom a tüket, és kell nekünk egy Kasper instance. Betöltjük a Kaspert, létrehozzuk, és a start parancsot, ha kiadjuk, akkor valamilyen URL-t megadva, azt le fogja tölteni. Gyakorlatilag ez az, amit így első körbe tudunk vele csinálni. Rögtön mutatom, hogy nekem legelőször ezzel azért volt egy ilyen plusz körbe, most akkor ez hogy is működik, hogy ezt elindítom. Ugye úgy hát látszólag várunk valamire, hogy valami történik, és ez ugye most megcsált mindent a háttérbe, csak nem csináltunk igazából semmit, ugye nem írtunk ki semmit, ugye ez nem fog kiszállni, addig itt várakozna, amíg nem kezdenénk el valamit csinálni. És akkor ugye, hogyha ezen a módon használjuk, akkor innentől kezdve gyakorlatilag itt el tudnánk kezdeni mindenféle navigációs scriptet írni. És ugye itt az a lényeg, hogy itt nem mint teszt rendszer használjuk, tehát itt nem lesz, hogy ki fog jönni, hogy törött a teszt, vagy nem törött, vagy bármi egyéb. Itt gyakorlatilag csak ez az a módszer, ami van. Itt abban a fájlban, ami föl van csatolva, hogy csináltam egy teljesen minimális dolgot, ez gyakorlatilag annyit csinál, hogy ahogy előbb letölti az ingatlan.com-ot, ugye ha másik paraméternek már megadunk egy function-t, akkor az oldalon belül el lehet kérni bizonyos értékeket, és ez itt például azt csinálja, hogy lekéri az oldalnak a címét, és ezt kiírja a konzolra. És akkor ami még fontos, hogy a Kasper.run nélkül nem fog elindulni semmi, amit csináltunk. Tehát amíg elkezdjük pakolni a Kaspernek a feladatokat, addig ő azt tárazza be magának, és akkor a végén, ha kiadjuk a RAM parancsot, akkor fog elindulni, és akkor fogja ezeket sorban végrehajtani. Tehát most ezt elindítom, ezt a végét.js-t. Itt rögtön látni fogjuk, hogy most letölti az oldalt a háttérben, és akkor kiírta, hogy lejött az oldal, ugye ez volt a title-nek az értéke. És akkor a másik felhasználási módszer, amikor
és amiről igazából beszélni akarunk, hogy az maga a tesztelés. Ilyenkor az a trükk, hogy nem kell létrehozni a Casper instance-ot, akkor már ott elérhető lesz nekünk. Casper.test.begin lesz a parancsunk. Az első paraméter az a tesztkészletnek a neve. Nagyon arról leszek. A második paraméter az az, hogy hány tesztesetet fogunk ebben a tesztkészletben futtatni. A harmadik pedig maga a function, amiben végre fog hajtódni ez a tesztkészlet. És itt még egy paramétert vár, ami maga a test suite-nak a példánya lesz. És akkor itt ezen belül ugyanúgy indulunk, ahogy előbb. Elindítjuk a tesztet. És meg fogom nyitni megint az oldalt. Megint második paraméterként vár egy function-t, ugye. Úgy működik a dolog, hogy elindul az oldal, letölti az oldalt, és amikor letöltődött az oldal, akkor ebbe a functionbe akkor fog csak belépni. És akkor az legyen az első, hogy megvizsgáljuk az oldalnak a címét. Ugye a tesztelési keretrendszerekből ismert módon az asszertel kezdődik az összes ilyen vizsgálódós metódus. Első paraméter az expected. Mindjárt nézzük, hogy emlékszem jól az oldal címére. Szemfülesek látják, hogy elírtam, de majd ez lesz a lényeg. És akkor itt megint mutatom, hogy ezzel is, hát nem olvastam el a logsit, csak rá akartam mondani, hogy ezzel is szívtam egy kicsit az elején. Most megint elindítom a Caspert, megnyitom a test.js-t, és itt teljesen szétesik, nem találja a Caspert, elsősorban hiba, és itt áll. És a szerencsére ezt már itt azóta belerakták, hogy segít nekünk, hogy mondja, hogy ha tesztkeretrendszerként akarjuk a Caspert használni, akkor a teszt kapcsolóval kell indítani. És ilyenkor ezzel nem is kell betölteni, mert ilyenkor ugye ő előtte betölti a szükséges dolgokat. És ugye a teszt a kapcsolónk, test.js a fájnév, és itt rögtön látni fogjuk, hogy már kicsit máshogy néz ki a dolog. Kiírja, hogy a test.js tesztfájlal dolgozunk, első tesztkészletem a neve, és akkor itt rögtön jön a következő ilyen dolog, ami bele lehet esni, hogy itt most megint várógép van, mert nem történik semmi. Ugye az, amit előbb mondtam, az itt megint kelleni fog, ki kell adnunk a casper.run parancsot. És le is tudom, mert ez nem vezet sehova. És akkor abban az esetben, hogyha ezt kiadtuk, akkor már el is indult a teszt, és akkor rögtön mutatja, hogy hát rögtön az első teszt esetünket sikerült is eltörni. Ugye itt nagyon beszédesen írja, hogy ingatlan.com, a legtöbb ingatlan egy helyen, ez volt a title, mi meg ugye azt vártuk, hogy a legtöbb hirdetés egy helyen legyen. És fogom most ezt szépen írni. Beindítom, és megint elindul, megint letölti az oldalt, és akkor látjuk is, hogy az első esetünk lefutott szépen. Alapból az összesen asszertes metódusnak van valami default pass szövege, tehát ennek például az, hogy page title is, és akkor az az érték, amit váltunk. De ha minket ez zavar, vagy nem szeretjük, mi abban hiszünk, hogy azért szoktunk mindegyikhez valami beszédesebb dolgot írni, akkor a második paraméterként, vagy valahol a harmadik paraméterként, ott meg lehet adni, hogy mi legyen az üzenet, vagy mi legyen a magyarázat. Megírom most valami ilyen szöveget. Megint, hogyha le fog futni a tesztet, akkor már azt fogja írni, amit mi oda beírtunk. Ami még érdekes, aki már Caspert, az most látja, hogy valami még innen alulról hiányzik, hogy gyakorlatilag most végigment a teszteset, de nem állítottuk meg, nem fejeztük be, nem mondtuk azt, hogy na ez a tesztrészlet, vége nézzük meg, hogy mi történt. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a run is kaphat egy function-t, ezt akkor fogja lefuttatni, amikor az egész Caspernek a futása befejeződött. Ilyenkor még üzenjünk be neki, hogy vége a tesztnek. Elindítom, és most azt fogjuk látni, hogy ha lefutott, akkor most a végén kiírja ezt az összefoglalót, sikeresen átment, egy tesztesetet hajtott végre, egy egész nem tudom mennyi másodperc volt, egy sikerült, egy se volt gyanús, és egyet sem hagytunk ki. Ami, hát nem mondom, hogy ilyen hűde nagy probléma volt nálunk, de azért ebben mindig belefutottunk, hogy ugye ez a szám, amit itt mondtam előbb, ez az, hogy hány tesztesetet tervezünk futtatni. És ugye ez elindul egy tesztkészlet, először lesz egy, lesz kettő, lesz három, ezt ugye mindig kéne frissíteni, és szerintem 10-ből 8-szor belefutottunk abba, hogy valaki elfelejtette módosítani, és akkor vártuk, hogy lefusson a teszt, csillogó szemekkel néztük, és akkor megmutatom, hogy mi történik. Átírom kettőre, de ugye nem adok hozzá újabb vizsgálatot. Elindítom, le fog gyönyörűen futni, ki fogja írni, hogy egyébként minden jó volt, csak, szóval meglátjuk, mit ír ki, eltöri a tesztet, és azt fogja írni, hogy eltörött, mert ugyan egyet végrehajtott, egy sikerült, de egy gyanús volt, és a magyarázatban írni fogja, hogy hát kettőt terveztünk, de csak egy futott le. Na most ez olyan, hogyha ilyen komplexebb tesztet akarunk csinálni, ami nem tudom, egyik a másikhoz kapcsolódik és várja, és akkor esetleg amiatt kimarad valami, akkor ez biztos segíteni fog, de egyrészt ne csináljunk olyan nagyon komplexet, mert úgy jó egyszerűen vágni, hogy ilyen valami területi egységeket lefedve, hogy látjuk, hogy egy tesztkészlet az egy dolgot néz végig.
És a másik, hogyha nem akartok ti is ebbe mindig belefutni, hogy valaki elfelejtette fölkomitolni, hogy most nem kettő van már, hanem három, akkor ha ezt nullára rakjuk, akkor ezt egyszerűen figyelmen kívül fogja hagyni. Így szoktuk csinálni az összes tesztet már, mert előfordul, hogy valaki javít egy hibát, hozzáadom egy tesztet, tehát elfelejti játszani, és akkor tudja javítani, mert ja, bocsánat, elfelejtettem átírni a számot, és akkor így gyakorlatilag annyi tesztünk van, amennyit akarunk csinálni. Elrontottam a behúzást, ahogy nézem. Na, ennyire azért nem. Elvesztem. És akkor ugye úgy vagyunk, hogy elindult a teszt, megnéztük az oldalnak a címét, de gyakorlatilag innentől kezdve mindenféle egyéb dolgot is lehet csinálni. Ugye ez, amit mondtam előbb, hogy a Casper úgy működik, hogy a start indítja, az elkezdi belerakosgatni kvázi egy ilyen Q-ba, hogy milyen feladatokat kell végrehajtania, és ugye nyilván a teszt az nem csak ennyiből fog állni, hogy egy teszt készlet az csak megnézi a címet, hanem mondjuk tudunk egyéb dolgokat is csinálni, például a kokáján azt tudom mondani, hogy van egy Ben nevű metódus, ugye ez is kap egy functiont, ilyenkor az fog történni, hogy lefuttatja a startot, hogyha ez megtörtént, akkor ugye hozzáteszi a következőt, ami a den lesz, tehát ez csak akkor fog elindulni, hogyha az első befejeződött, és akkor ezt így lehet hozzáfűzni tovább és tovább és tovább. És most azt fogom mutatni, hogy az lesz most itt a tesztelés tárgya, hogy megnézzük, hogyha kinyitom és bezárom a szűkítőt, akkor az tényleg kinyílik és bezáródik-e. És itt ugye az lesz, hogy megkeressük most a szűkítőnek a gombját, ugye ez az a gomb. Látjuk, hogy itt van egy ID-ja. Egyszerűen történik a dolog. Erre a gombra fogunk rámenni, és akkor még azt is meg kell nézni, hogy mi változik az oldalon. Ugye értem szerint, ha kinyitunk valamit, akkor látjuk, hogy valami fog kapni egy nem tudom, class-t, vagy valami kap egy másik ID-t, vagy valami eltűnik, valami megjelenik. És ugye ha nézitek ezt a szűkítő nevű elemet, akkor ugye amikor kinyitjuk, akkor rákerül a elnyitva elem. Már ezt a behúzást itt megigazítom, mert zavar, hogy el van csúszva, de nem szeret az ide engem. Na, annyi majd legyen. Hogy? Hát azt sem szerette visszatolni, na mindjárt nézzük. Na, ez kellett nekem, igen. És akkor a demből egyébként nem csak dem van, hanem szerettem mutatni, hogy nagyon sok fajta ilyen van, tehát van olyan, hogy den open, tehát olyat is tudunk, hogy ha ez megvolt, akkor nyissunk meg egy másik oldalt. És akkor itt ugye segít is, hogy végtelen van nekünk most a then click lesz a tökéletes. Ennek az első paraméter egy szelektor, ami nem ez, hanem a sikeresen kicsaptam a vágólapról. PLP Store meg nem szereti a vágólap kezelőmet, de egyet se félek. Na, még egyszer. Őt kérem. Nagyon jó. Ott volt? Á, igen, meg vagyok, nem vagyok meg. Mozgok. Meg vagyok, nagyon szépen köszönöm. Berakjuk ezt, és akkor ugye megint itt második paraméternek a function jön, ami akkor indul el, hogyha ez megtörtént. És hogy te megnyomtuk a gombot itt, akkor valamire várunk. Most azt fogjuk nézni, hogy a megnézitek, amit előbb mutattam, ugye a szűkítő IDU elemnél. A szűkítő nevű elem megkapja a lenyitva klaszt, ezt fogjuk vizsgálni, hogy ezt tényleg megkapta-e. És akkor ezt többféle módon is tudjuk, én most az assert exist nevű metódust fogom választani. Ez azt vizsgálja, hogy van-e olyan elemünk, amit a szelektorra keresünk. És akkor így fogom keresni, hogy van-e olyan elem, aminek szűkítő az ID-je, és ugye lenyitva a klaszt. Ugye a második paraméternek megint meg lehet adni, hogy kinyílt a szűkítő. Kezdett közben dolgozni valamin a gépem. És akkor látjuk, hogy lefutott a második, és kinyílt a szűkítő, tökéletesen jó. És akkor ezt ugye lehet tovább vinni, úgyhogy akkor már nézzük meg azt is, hogy bezáródni is tud-e. És ugye az a nagyon jó, hogy ha van assert exist, akkor van assert not exist is. És akkor ugyanezen az analógián haladva meg tudjuk nézni, hogy most már ne legyen olyan, hogy itt szavarnik a szűkítő.
tökéletesen látjuk, hogy kinyílt, bezárult, és itt tovább minden jól haladt. Aztán a következő dolog, amit lehet csinálni a Kasperrel, ugye gyakorlatilag az, hogy kattintgatunk, lenyitjuk, ez így a legegyszerűbb dolga, és ezzel már nagyon sok mindent el lehet intézni, de azért vannak komplexebb dolgok is. Mi például ellenőrizzük nagyon sokféle módon az autosuggestet, hogy az jól működik a módosításnál. Most itt az lesz a tesztesetünk, ugye, ha beírom, hogy Buda, akkor az első találat az Budapest kell legyen. Most itt próbálom majd elfogni a... Ez sose sikerül, mert ugye eltűnik mindenhova ezek. Egyszer elkezdjük. Fantasztikus. Ugye látjuk, hogy amikor az autosuggestnek a listájába feltöltődnek az elemek, akkor gyakorlatilag itt kaptunk egy UI menu item, ez ugye a jQuery-nek a kis autosuggest eleme, ő az, amit fogunk majd keresni. És az lesz a vizsgálat tárgya, hogy ha megnézzük, akkor ott van egy data value benne, ami Budapest. Most gyakorlatilag ezt fogom ellenőrizni, hogy ez ott megvan-e. És akkor jön a következő része. Nem is tudom, hogy ilyen van, de szerintem olyan nincs, amit akarok, hogy csak simán egy dennel fogok tovább menni. És ugye ez változatlan van, hogy ez úgy működik, hogy ez az első lépés, ez a második lépés, ez a harmadik lépés, és ezt mindig akkor kezdi el csak csinálni, amikor az előző már rendben befejeződött. Van nekünk egy olyan metódusunk, hogy send keys. Ez azt csinálja, hogy a megadott szelektorú elembe beküldi a megadott string sorozatot. Ugye a szelektor, az most én tudom fejből, hogy sfperi lesz, ez az autosuggest input elemnek az elnevezése. Ezt megmutatom. Chrome az nagyon gondolkodik valami, nem tudom miért. Ez ugye a rögzítés együtt, mert ugye itt látszik, hogy sfperi a nem, és akkor ide azt akarom megküldeni, hogy Buda. Ugye alapvetően, hogyha beküldtük, akkor még most nem fogjuk tudni, hogy mi történik, tehát hogy a beküldés után fogunk valamire várni. És ugye itt az a lényeg, hogy arra is kell figyelni, hogy ugye, hogyha beírjuk, hogy Buda, akkor az azonnal be fogja jönni, de az még kis idő eltelik, amíg lejön a válasz a túloldalról, megjelenik az elem, stb. És most rögtön itt a következő sorban elkezdeném vizsgálni, akkor szinte biztos, hogy eltörne a teszt, mert ugye még lehet, hogy meg se jelent volna az a valamilyen metódus. Viszont tudunk olyat, hogy vannak a wait for típusú metódusok. Itt azt mondjuk, hogy a következő utasítás az, hogy várjunk valamire. Tudunk pop-upra várni, tudunk szövegre várni, tudunk egy szelektorra várni, hogy az megjelenjen, tudunk egy URL-re várni, hogy oda navigálódjon az aktuális oldal. Amit most én szeretnék, az igazából az lesz, hogy egy resource-ot szeretnék várni. Az lesz, hogy tudom, hogy az autosuggest be, mikor megépelünk valamit, akkor ajakszik az autosuggest API-ja felé, úgyhogy egyszerűen figyelje a resource-okat, és azt mondja, hogy ha az autosuggest nevű resource jött, tehát bármi, ami egyezett erre, akkor történjen valami. És ugye most úgy vagyunk, hogy bezártuk a szűkítőt, beküldtük ezt a sorozatot, és amikor lejött az autosuggestnek a válasza, akkor ugye már tudjuk, hogy akkor megjelent a kis legördülő, és akkor azt fogjuk vizsgálni, hogy amit ott előbb kinéztünk, remélem még a várólapon van. Nézzük. Igen, ezt kerestem. Ugye azt szeretném majd nézni, hogy ez az elem, és annak is a data ID-ja, az pontosan megfelel annak, amit mi keresünk. És akkor ugye újfent az assert metódusokkal tudunk indulni. Csak nem az assert itt, azt kell, csak rácsoptam. Assert. Nem is nézem. Exist. Tökéletes. És akkor ugye ezzel most azt fogom ellenőrizni, hogy megjelent-e az az elem, ami ott van a legördülő listában. Nézzük meg, hogy eddig hogy áll. Na és akkor látjuk is, hogy ugye 5 másodpercet vált. Ez volt neki a default értéke, és nem jelent meg 5 másodpercen belül. Remek kérdés, hogy miért nem jelent meg. Mindjárt lefuttatjuk még egyszer. A következő dolog, ami érdekesség, azért mi ezzel is elég sokat küzdöttünk, hogy mondjuk a tesztkörnyezet, ami nyilván nem egy olyan robosztus gép, ott azért volt olyan, hogy valami nem tudom, nem 5 másodperc alatt válaszolt, hanem 6 másodperc alatt, és akkor ilyen formán törli a tesztet.
Azért az élesen talán nem kéne nem válaszolni 5 másodperc alatt. Nagyon jó kérdés, hogy ezt miért csinálja. Az lehet, lessük. Megnézem, mert mintha autoszegésztel csináltam volna itt is. Nem szeretett. Érdekes pedig. És így volt, mert mindjárt kellem. Aha, igen, köszönöm, az volt az igen, jól ki is felejtettem. A másikban már látszik, ez a rész kimaradt, ezt hozzá is teszem. Hát ez egy, meg mennyit szívtunk ezzel, Bazsak, mire rájöttünk, hogy van egy ilyen. Ha, mert hát a Kasper azért relatíve jól van dokumentálva, de azért amikor elkezdtük használni egy éve, akkor még azért voltak hiányosságok úgy dokumentálás terén. A Szent Kisztnek a dokumentáció az olyan volt, hogy ugye van egy harmadik parameter, hogy options, de az sehol nem volt lejjebb, úgy a GitHub-on néztük ki, hogy miket lehet. A Keep Focus az azt csinálja, hogy amikor beküldi ezeket a karaktereket, akkor benne tartja az inputban a fókuszt. Ez nekünk azért kell, hogy az autoszágyasztó, hogyha kifókuszálunk belőle, akkor már nem jelenik meg az az elem, ugye ezért ugráltott előbb nekem is. Mert szerintem jó lesz autoszágyasztó is. És így már tökéletesen jó volt. És akkor ez az, amit előbb is mondtam, hogy ha nem írunk szöveget, akkor ő azért valami egészen értelmes dolgot oda lesz, tehát írjuk, talált egy olyan elemet, ami UI menu item volt, de azért mindig azt mondom, hogy írjunk hozzá valamit, nem tudom, volt találat. Bármi egyéb. És akkor az úgy fog megjelenni. Igen, meg lehet, van echo is, meg info is, igen. Mi például úgy szoktuk, hogy általában, hogyha valahol navigálunk, akkor azt is kérjük, hogy megnyitjuk ezt az oldalt, megvárjuk, mi történik. Tehát ilyen, úgy, én szeretek azért úgy gondolni el, hogy ez legyen minél beszédesebb, mert ha zöld, akkor úgy sem nézzük meg soha, ha meg piros, akkor meg legyen nagyon beszédes, mert akkor látjuk, hogy miért tört el valahol. Jó, és akkor itt a kis előre megírtam, bemutatom, hogy ezt a nagyon hosszút, ezt most nem fogom fejből legépelni, ezt most át fogom hozni magunkba. Csalok, ugye most annyit vizsgáltunk, hogy megjelente, ez nagyon jó, de most azt akarjuk vizsgálni. Kicsit nagyobb, úgyhogy ezt szépen végiggörgetem. Ugye van egy getElementAttribute nevű metódusunk, ez azt tudja csinálni, hogy adunk neki egy szelektort, és annak az elemnek, amit először megtalált, ez nekünk most pont praktikus, mert az első elemet akarjuk majd vizsgálni, annak egy bizonyos attribútumát kérjük el. És ugye megadjuk ezt a UI menu itemet, azt mondjuk, hogy a data value-ra vagyunk kíváncsi, azt várjuk, hogy az Budapest legyen, és ezt az egészet szépen becsomagoljuk egy assert equals-ba, ami azt nézi, hogy az érték az megegyezik-e azzal, amit elvárunk. És akkor, hogyha jó volt, akkor ki fog jönni, hogy Budapest az első találat. És írja is, de hogy azért, hogy lássuk, hogyha nem csalunk, akkor most átírom Budaire, így ha minden igaz, akkor Budajenőnek kellene legelőre jönnie. És ugye azt várjuk, hogy el fog törni a teszt, és akkor azt fogja jönni, hogy a... Így is van, ugye írja, hogy Budapest az első találat az törött, az nem sikerült, és akkor írja is, hogy a subject az Budajenő volt, meg Budapestet vártunk. Ez például nekünk nagyon sokat segített, amikor volt valami, hogy elcsúszott az autosuggest-en, és akkor nem úgy jött ki Budapest, ott kellett volna. Akkor jött az ötlet, hogy ezt fel fogjuk tölteni. Írtam is, mondtam is, hogy lehet screenshotot csinálni. Biztos van olyan teszt, amikor kell is, amikor rá akarunk nézni a screenshotra, de nekünk a screenshot inkább akkor jött jól, amikor valami úgy tört el, hogy szokott nagyon sokszor olyan lenni, hogy egyszerűen eltörik valami, és akkor a timeout, vagy nem tudjuk, és akkor volt már olyan, hogy a screenshotból jöttünk rá, hogy nem tudom, valami ott megváltozott az oldalon, és akkor teljesen rossz megközelítésből indultunk. Vagy rátöztünk a toptakra véletlenül, igen. A capture metódus neve, amivel lehet csinálni screenshotot, igazából rettenetesen egyszerű, meg kell adni a fájlnak a nevét, és ura, ahol épp áll a Phantom, és ezt szépen le fogja nekünk fotózni, és lementi abba a fájlba. Jó, még mindig eltörik, hogy a Budajenőre vagyunk, de most ha minden igaz, akkor itt lesz valahol a screenshot.png-m. Nem volt. Egységes, hogy azért nem, mert eltört a teszt, és már meg nem jutottunk el, mindjárt próbáljuk így. Jó.
és ott is van a screenshot.png. És akkor gyakorlatilag látjuk, hogy ez nem csalás, nem állítás, ebben ott van tényleg az, ami történt. Most nem tudom, hogy azt sikerült el screenshotolni, ugye. De azt ugye látszik, hogy ott pont be volt gépe a Budaján, és pont akkor fogtuk el, amikor vártunk az elemre, úgyhogy még a legördülő az nincsen ott. De látszik, hogy ez így begépeli és megjelenik. És... illetve olyan volt még, amikor, most nagyon, mert volt még egyszer egy sztori, amikor nagyon jól jött a screenshot, és már nem tudom mi volt, de valami... ja, amikor bejelentkezés, valami... nem tudtuk még, hogy valaki fókusz mellett, hogy olyan vezet, és elkezdett végén az összes. Igen, mert volt olyan, hogy igen, nem töröltük ki, és akkor jöttek ott a mindenféle. Igen. Aztán a másik, hogy ezzel volt még egy ilyen, ehhez még mai napig nincs semmi doksi, ezt így a GitHub forráskódból, meg ilyen Stack Overflow kommentekből meg lehet találni. Most a másikból fogom kilesni, mert tudunk beütni Entert is. Erre van egy ilyen casper.page.event.key.enter, teljesen logikus természetesen, nincs benne semmi magyarult. Ugye az történik, hogy most hogy kiválasztottuk az elemet, visszaírom a Simon Budára, hogy ne törjön el a tesztünk. Rettetesen dolgozik valami a gépem, és nem tudom min, mondom, a videó felvétel fáj neki nagyon. És itt azt mondjuk, hogy amikor beraktuk azt az elemet, akkor még üssünk egy Entert is. És még nem fog semmi történni, csak üdünk egy Entert. De megnyitjuk a screenshotot, az még jobb. Nem vesz át. Ugye most le fog futni, nem volt semmi, és akkor kilessük az oldalon, hogy... várom a konzolt, mert... fel akarom gyulladni. Ugye beírom, hogy Buda, kijön Budapest, és akkor leütöm az Entert, és akkor azt akarjuk vizsgálni, hogyha leütöttem az Entert, akkor ugyanbe sikerült rakni ezt az elemet. Gyakorlatilag megint ugyanaz lesz a játék, megnézem, hogy mi ez az elem. Autosuggest, kötőjel item, kötőjel 11. És akkor lépünk a következőre. Nem hagyom rá a pontos veszőt sem. Gyakorlatilag így tudunk tovább haladni, és akkor látszik, hogy sikerült kiválasztani Budapestet. És akkor innentől kezdve, szerintem ezzel a két dologgal már így az oldal nagy részét le lehet fedni tesztesetekkel. Ilyen, vannak ilyen faramúci dolgok is, a Fejér Zoli mondta egyszer, hogy tán ő valami olyasmit akart, hogy drag and droppolni akart képeket, és ott azzal már azért volt valami, nem is tudom, hogy annak mi lett végül a megoldása, de azért gyakorlatilag ez az alapkészlet, amit én mindenképp szeretnék megmutatni, mert nekünk az így be van kötve így az egész Casperre általánosan véve, de szerintem egy kifejezetten hasznos dolog. Magának Caspernek vannak mindenféle eseményei. Azt hiszem, hogy page.message, remélem jól emlékszem. Akkor azt történik, hogy megadjuk neki, hogy ha az oldalon, amit éppen nézegetünk, van egy message, ez lehet konzol error vagy bármi egyéb, akkor történjen valami. Ha van egy ilyen message, akkor ezt be fogja dobni ebbe a functionbe. És akkor tudunk vele valamit csinálni. Innentől kezdve ránk van bízva, hogy mennyire vagyunk drasztikusak. Nálunk, hogyha van remote error, tehát valami error van az oldalon, akkor az töri a tesztet. Ezt gyakorlatilag úgy a legegyszerűbb, hogy van egy die parancs, ez ilyen piros szöveggel ki fog valamit írni. Írjuk ki a üzenetet. Ez gyakorlatilag ugye felkapcsolja ezt az eseménykezelőt. Most ezt tesztelni úgy fogom tudni a legegyszerűbben, nem állunk neki keresni egy oldalt, ami el van törve. Ellenben csinálok egy következő lépést. Van egy evaluate nevű parancsunk. Ez azt csinálja, hogy létrehozunk egy functiont, és ezt ő kvázi, nem is tudom mi a jó magyar szó, tehát, hogy befecskendezi az oldalra, és ott le fogja futtatni. Rettetesen egyszerűen annyit fogok csinálni, hogy ugye gyakorlatilag ez olyan, mintha most kinyitnám a Chrome-ban az ingatlan.com-ot, kinyitnám a konzolt, és ott bejönem, hogy console.error, hiba. Ugye ez a legvégén fut le, a legelején már átvettük az eseménykezelőt, tehát elvileg azt várom, hogy amikor lefut a sok zöld, akkor utána meg fog halni a teszt azzal, hogy ott történt valami hiba. Ezt megnézzük, hogy sikerült-e, mert az esemény nevében sosem vagyok biztos.
Igen. 8 pont message talán. Neki még egy esélyt, miatt kipuskázom. És ugye gyakorlatilag az történik, hogy az a message bedobódott abba a functionbe, és egyszerűen megállítottuk a tesztet, ilyenkor nem is fog tovább futni. Egyébként azt hiszem, hogy a teszternek van test.fail talán. Igen. Azzal is meg lehet törni, ilyenkor ha minden igaz, akkor lefut az összegzés, gyakorlatilag ki fogja írni a végén. Elnézzük. Lehet, hogy csak egyet fog. Igen, tehát ez gyakorlatilag egy sima félként fog jönni, hogy talált egy hibát az oldalon, ez volt a message. És akkor adsz hozzá egy kis stacket. Mi az előnye, mi a hátránya? A hátránya az, hogyha kimegy valami olyan dolog, ami adott esetben nem is azt törni el, amit változtattál, hanem tipikusan egy másik dolgot, de nem vennéd észre, mert nem tudom, csak akkor már harmadik dolgot bekattintod az űrlapon, vagy bármilyen év, akkor meg fogja fogni, és nekünk az már fogott már meg úgy hibát, hogy kiment volna, ha nem veszük észre. Mi a hátránya? Szerintem nincs rá pontos statisztikám, de szerintem 10 buildből egy az, amiatt törik, mert itt éppen az Adverticumnál valamit elrontottak a fejlesztők, és akkor az Adverticum beköhög valami JavaScript-elet, és egyébként tök jó, hogy azt megfogja, mert már törte az Adverticum is össze az oldalt adott esetben, vagy a Google-nek a banner kezelője, de annyiból meg rossz, hogy igazából nem mi rontottuk el, meg nem a fejlesztési csomag rontott el az oldalt, csak teleszemeteli. Mi erre gyakorlatilag annyit csináltunk, hogy föl van egy tömbbe véve végtelen üzenet, amit ignorálunk, mert tudjuk, hogy az olyan, hogy nem az oldalt törik el, csak valami szemetelődik. De nem tudom, volt, hogy valami írta, hogy nem tudom, új verzió van elérhető, és akkor azt kiírta a konzolra, tehát hogy ez nyilván nem fog eltörni az oldalt. Úgyhogy ez egy ilyen kis hack. Gyakorlatilag én így első csomagban ennyit képzeltem megmutatni. Hagyolok, hogy van-e még valami, de szerintem így tényleg ez az, amivel el lehet indulni, és le lehet fedni majdnem mindent. Ugye ami innentől jön, hogyha több tesztkészlet is készül, akkor azokat kell létrehozni egyesével a fájlokat, hogyha a Kaspernak megadjuk, hogy ugye nem csak egy konkrét fájlnevet tudunk neki megadni, tehát itt most meg tudnám azt adni, hogy a csillagkötőjel test.js-t futtassa le. Valószínűleg hamar el fog törni, mert benne van a... Már jó lesz. Szerintem a kb. A harmadik helyen el fog törni, mert benne van a page error-os dolog. De az a lényeg, hogy több tesztkészletet is meg lehet adni, és akkor látszik, hogy ő sorra veszi szépen a fájlokat, összefűzi, és akkor a legvégén fogja kirakni az összegzést. Nálunk például úgy van, hogy van egy tesztkönyvtár, és akkor azon belül az összes ilyes fájlt lefuttatja a Kasper. Nagyon, nagyon dolgozunk a fülváltáson. Ez a prezentáció nem elérhető az ön országában. Na minden esetre addig magyarázok tovább. Igazából a következő dián az van, hogy mi a következő lépés. Én itt mindenkinek azt javaslom, hogy telepítsétek fel a Kaspert, és írjatok egy tesztet. Nem kell durva tesztnek lennie. Tehát ilyen, pont azért ilyeneket mutattam, hogy ilyenekkel kell elindulni, hogy kinyílik a szűkítő, becsukódik a szűkítő, nem tudom. Minden oldalon vannak fontosabb dolgok, amiket kifejezetten böngészőben jó tesztelni, hogy pontosan úgy működik, ahogy. Írjatok tesztet, legyen legalább egy teszt készlet, ami legalább csak annyit megnézi, hogy az oldal title jó. Hogyha az megvan, akkor kössétek be a build folyamatba. Hogyha az is megvan, írjatok még több tesztet, meg még több tesztkészletet. Ha az is megvan, akkor csináljátok azt, amit már mi is csinálunk jó ideje, hogy ne élesítsetek addig, ameddig törik a teszt. És tudom, hogy ez nem tudom, nagyon sok projekten, meg nagyon sok cégnél egy ilyen tök default dolog. Mi nemrég jutottunk el idáig, hogy ezt meg tudjuk tenni. Rohadt nehéz, mert az elején nagyon sokszor lesz olyan, hogy jó, még azért nem tudunk annyira tesztet írni, úgyhogy azért törik, mert valaki elfejtette átírni 0-ról 1-re, meg nem tudom, a tip time autolta, nem tudom, Adverticum, ilyes, stb. De minden mellett meg inkább legyen az, hogy 5 perccel később élesítünk ki valamit, de tényleg megfogunk egy hibát, és nem rakunk ki valamit, ami rossz, mint az, hogy egyszer nincs rálátásunk, és hogy jó, törött a teszt, de azért kiraktuk, mert úgy tűnt, hogy nem is igazán valamiatt törik. Úgyhogy az egy nagyon erős dolog szerintem, hogyha akkor rakjuk ki csak a csomagot, hogyha zöld. És ha az is megvan, akkor írjatok még több tesztet, mert van egy ilyen mondás, hogy azért a tesztből is van, ami megárt, de azért inkább több legyen szerintem, mint kevesebb. Nálunk most, sose tudom a pontos számot, 298 talán, 280, de valami ilyesmi körül vagyunk, és gyakorlatilag az összes ilyen tipikusan olyan oldalakat nézzük, hogy nálunk ugye ott van a toplak, ott van az origós oldal, ott van a szuperingaton, amit majdnem biztos, hogy sose tudnánk minden ilyes alkalommal végig kattintgatni. Ez viszont arra tökéletes, hogy
pontosan a tesztelő arra van, hogy megnézze azt, amit csináltunk, hogy az jó-e, jól néz, aki jól működik, a Kasper meg arra van, hogy megnézze minden más, hogy azt nem törte el. Ha elakadnátok, akkor van doksi. Nem mondom, hogy a legjobb. Gyakorlatilag a metódusok, tehát a napi doksinak nagyon jó, mert kival listázza az összes metódus. Hogyha láttok olyat, mint például a Szent Krisztián, hogy van options, és akkor ott mit lehet annak megadni, akkor gyakorlatilag GitHub-on is érdemes megnézni a forráskódot, mert nagyon sokszor ott tök jól látszik a forráskódból, hogy miket lehet kapni. Mondjuk van annak ezért, tehát ennek is van azért rossz oldala, mert nekem volt, hogy két órát nyálasztom a nem tudom GitHub nyitott éreket, mert aztán valaki bekommentálta, hogy megtalálta a forráskódot, hogy ez a baj, és akkor volt rajta 36 darab plusz egy, de igazából nem oldottuk meg a problémát. Úgyhogy, de azért el lehet indulni a doksival, és szerintem ilyen kezdetnek jó, meg ott is van ilyen két-három ilyen nagyon kezdetleges tesztkészlet föl van rakva, illetve, hogyha majd megnézitek, ha érdekel, átdobom majd a linket, a GitHub-on fönt van az összes ilyen teszt, amit most ebbe beleraktam, az gyakorlatilag tényleg egy ilyen irányomtató, hogy akkor hogy kell ezzel elindulni, meg mit lehet vele csinálni. És hogyha van kérdésetek, akkor gyertek bármikor, és most is nagyon szívesen. Igen? Amikor rákattintasz egy linkre, akkor ugye a háttérben a böngésző áttöltődik, és van egy olyan metódus, hogy vagy azt mondod, hogy wavefogger-el, ugye tudod, hogy mi lehet, tehát ha megnyomom a keresés gombot, és nem változtatok semmit a szűkítőn, akkor tudom, hogy a lista beleadó lakásra kell dobjon, az az egyik módszer. A másik módszer, hogy fölveszel egy következő lépést, ugye az akkor fog lefutni a betöltődött az oldal, és meg tudod nézni, hogy mi az oldalnak a címe. Tehát hogy van egy olyan, hogy assert URL, is. Most ki fogom itt kommentelni, hogy ne törjünk össze. Mondám, mert tudom fejből a keresőgombot, de nem tudom fejből a keresőgombnak az ID-ját. Ez az jó ötlet, igen. Most megint ki fogom másolni, mert nem vagyok hajlandó fejbe megtanulni. Egyébként jó, már nem is ismeri föl, tehát hogy alá húzza. Most azt várjuk, hogy most átnavigálódunk. És akkor itt ugye kétféle módszer van, az egyik, hogy van olyan, hogy assert URL, ugye ilyenkor az van, hogy azt várjuk, hogy az URL az meccsele arra, amit megadtunk. Nem emlékszem, hogy ez regexet vár, vagy más, de szerintem így is működni fog. De tudom, hogyha a keresőgombot megnyom, vagy enter tudok, akkor ez fog történni. Megnézzük, hogy jól gondoltuk-e. Jó. És akkor mindjárt nézzük, hogy hol tört el. Ugye itt azzal, mivel még csak sima dem volt, ezért még nem navigált át oda, vagy nem jutott enter, de mindjárt nézzük. Ezt könnyen meg lehet nézni. Ugye a másik metódus, ez a wait for bármi, és amikor a wait for URL kell. Nézzük, aztán lehet, hogy az enter az nem... Küldjük be az entert. Na de most aztán már csúcs szuper lesz. Most látszik, hogy azért várja most, hogy tölti be a másik oldalt. Na. És ugye itt most az van, hogy várt 5 másodpercet, nem töltött be az URL. Ilyenkor ugye két esélyes vagy, az van, hogy most nem úgy működik, hogy számítunk rá, hogy nem dobott át arra az oldalra, vagy nem azt az URL-t generálta. Ugye kiválasztottuk Budapestet. Szerintem eladó plusz lakás, az Budapestre kéne dobjon. Nem nézünk el olyat, hogy simább. Eladó lakás lesz-e.
de voltak éppen ez a módszer, tehát most ez mutatja, hogy milyen, amikor eltörik. De mi a keresést is teszteljük, tehát mi az olyan teszteseket is csinálunk, hogy berakunk valamit, megnyomjuk a gombot, megnézzük, hogy oda dobott-e. Az lesz, igen. Erre jár a kis esze. Fölvédik az előzőt. Ne ide tegyem, ugye, mert idáig nem fogunk eljutni. Szóval történik. Na erre jó még a screenshot tipikusan, hogy azért nem fogom azt mondani, hogy mi is úgy írunk tesztet, hogy sosem tudunk bele valamilyenből, hogy na most mi a franc történik. Még a screenshot az nagyon sokszor segít, hogy kinyitjátok. Ja, de mi vagyok, az a hiba. Elnézzük, mi van itt. Hát, nem szerette az Entert. Igen. Na mindegy, megnyomjuk a gombot, az lesz a tuti. Táncverge BTN az ID-ja. Bízom benne, hogy emlékszem. Ezt itt át is fogom szépen írni. Ben click. Ugye az utána lévő, ha adnék egy function-t, az akkor futna le, hogyha megnyomta a gombot. Most ezt üresen fogom igazából hagyni, mert onnan nem igazán van semmi fontos nekünk, és Budapest viszont be volt rakva, úgyhogy ezt tudjuk, hogy ide fogom tenni. És azt mondjuk, hogy utána várjunk arra az URL-re. Most már valami csak lesz. Biztos, hogy nem ez az ID egyébként. Na, gyorsabban eltörtünk. Kösz szépen, mit tudom, nem az volt az ID. Na, mi meg? Közben rögzítem a képernyőt, és szerintem feszegetem a számítógép erőforrásainak a tűzés határát. De most már órák kérdésem, és jól izé jönnek a kommentek, hogy nem tudod, mi a gombnak az ID-ja. Majdnem. Majdnem jó volt. De egyébként most ezt elsőtöm, hogy milyen jó, hogy látunk ilyen eseteket is, de egyébként tényleg jó, hogy látjuk, hogy azért beszédesen mondja, hogy nem tehát az egész gomba olyan szelektor, hogy Search VTN, és arra nem igazán tud rákattintani, hogy ez is ilyenkor törje a tesztet. Volt nagyon szép. Unsafe, elveszik. Na igen, ez az a bug, amit mondtam. Ez jó, hogy előjött, ez nem az advertikum, ez az van, hogy ez az a bug, amit mondtam, hogy ez a Phantom JS-ben egy bug, és ezt a Casper nem igazán tudja kezelni, és erre van elvileg egy kapcsoló, hogy figyelmen kívül hagyja az ilyen SSL hívákat meg ilyeneket, de igazából az sem nagyon tetszik neki, és ez ilyenkor egyszerűen teleszemeteli így a kimenetet. Ez gyakorlatilag amiatt van, mert valami el van csúszva a Phantom JS-be, és ő neki nem tetszik, hogy egy másik oldalról akarunk JS-be hívni. Ez ilyen, hát nem tudom, 30-40 alkalommal bele szokta naplózni. Ha rákerestek GitHub-on, cirka 40 darab nyitott jegy van csak erre a hibára, és hát van elvileg a Phantom JS-nek valami külön branch-e, amit megvan, hogy kell megpatkolni a Caspert, hogy azzal menjen, de elengedtük ezt a problémát. Ugye egyszer tetejére lek, akkor azt is meglátjuk, hogy mi volt a hiba. Igen, csak az volt, hogy de egyébként az előző, ha jól láttam, lefutott, tehát átmentünk a másik oldalra. Nagyon várunk. Ez a beszéd. És ugye nem írtam a szöveget, hogy megegyezik az URL, és akkor még itt azért fogok menni megint egy screenshotot, csak hogy lássuk, hogy tényleg a lista oldal van ott. És ugye most kétféle megoldást adtam, az egyik, amikor mi tudjuk, hogy mi lesz az URL, és azt várjuk. Ennek annyi lehet a hátránya, hogyha nem az URL töltődik be, akkor előfordulhat, hogy valami nem lesz tuti. Remélem, az autó szedjezt 5 másodpercen belül. A másik meg az, amikor nem is biztos, hogy tudjuk, hogy hova fog dobni. Átdobjuk, és akkor megnézzük, hogy ott milyen URL, vagy milyen oldalra dobott, vagy bármi egyéb
akkor látszik, hogy most ez már itt a lista oldalt a cipelet. Pedig állódott a bőnészióra. Hát és ez aztán akármeddig mehet. A másik, hát ez ugyancsak egy ilyen Kasper, vagy nem biztos, hogy Kasper, lehet, hogy ez a Nónnak a bágja, hogy nálunk 200 valahány teszt eset van, és ez ugyanúgy a 180-hoz ér, akkor már ugye elkezd panaszkodni, hogy nem tudom, memory leak detected, és akkor nem tudom, hozzáadott a Nónnak még egy event listener-öket, és akkor azt úgy beleszemeteli a logba, de egyébként nem, nincs tőle baja, csak mondjuk azért az látszik, hogy írják is, hogy sok helyen nem feltétlenül jól használja a Kasper memóriát, úgyhogy erre azért érdemes figyelni a nagyobb tesztkészeknél. Nekünk ez annyiból szokott jelentkezni, hogy előfordul azért olyan, nem fogom azt mondani, hogy nem, hogy elindul a teszt, látjuk, hogy valamennyi lefutott, és akkor várakozik valamire, és akkor azért nem ér a végére, újra kell nyitani, és akkor másodszorra már jó, tehát ilyen problémák szoktak lenni vele, de viszonylag ritka. Nincs mit. Ha van még kérdés, akkor bombázzatok. Persze, az autoszegyeztet, amit teszteltünk, az így történt, amikor begépelsz valamit, akkor az egy Ajax hívást indít. Gyakorlatilag van ez a, hol van, wait for resource, itt van, ez egy ilyen teljesen univerzális, tehát hogy ez gyakorlatilag annyit adtam meg, hogy az összes resource közül, aminek az URL-je meccsen erre, az már valamit csináljon, és olyat is tudsz csinálni, hogy a, most ezt konkrétan fejből nem tudom, de olyat is lehet, hogy a magának a resource-nak a tartalmát elkéred, most így elsőre passz, hogy szerintem valami paramétert kell itt megadni, és akkor azt át fogja adni, és akkor konkrétan az Ajax választnak a tartalmát is tudod ellenőrizni, illetve, hogyha mondjuk magát az Ajax, amit hív az Ajax API végpontot nyitod meg, akkor ott meg abból tudsz JSON csinálni, ha JSON API, és azt is tudod ellenőrizni. Aha. Megmondom őszintén, hogy passz, nem tudom, hogy ilyet tud, de az összes helyen azt írják, hogy mindent is még jobban tud, mint a szerint, úgyhogy biztos van rá valami megoldás, tehát hogy ilyen stack overflow. Egyébként maga a wait for resource az gyakorlatilag teljesen általános, tehát hogyha te ott nem adsz meg, akkor ők az összeset lemecseri, és rámegy, meg olyan is van, hogy Kaspernek van olyan eventje, hogy on resource received, vagy valami hasonló, és akkor ott átadja az egész resource-ot header-östől mindenestől, és akkor azt tudod vizsgálni, hogy mi van vele. Olyat, hogy ilyen Ajax queue van-e benne, azt látod, nem tudom, az passz. De hogy mondtad is, ez egy regex, tehát hogyha ez egy csillag, akkor az azt mondtad, hogy minden viszont. Így van. Hát csak az ugye azért nem feltétlen, nem tudom, hogy az, hogy viselkedik, hogy lejön az oldal, letöltött minden, aztán meg lehet, hogy van egy ilyesmi, meg 10 másodpercenként betölt egy másik, de azt sose fogod megfogni úgy, tehát hogy az nincs, viszont arra meg jó az esemény, hogy van ez a kasper.onResourceReceived, azt hiszem ez neki a neve, és akkor gyakorlatilag az egy olyan ilyen eseménykezelő, mint ez, átadja neki a... köszönöm szépen, hogy szóltál, nagyon kedves vagy. Az gyakorlatilag átadja neki az egész kérésestől, válaszostól mindent, és ott aztán lehet ellenőrizni. Egyébként a sima maga a tesztkeretrendszer is, meg az előző, amit az elején mutattam, amikor nem tesztkeretrendszerként használjuk, például ilyen API tesztelésre is tök jó, mert ezeket ugyanúgy tudjuk hívogatni, hogy meghívunk egy API-t, visszajön egy JSON válasz, parszoljuk, JavaScript a nyelv, tehát hogy ezt meg tudjuk nézni, hogy minden jó-e, és ugyanúgy lehet rá tesztkeretteszt eszközt építeni, hogy API-t teszteljünk, vagy API választ ellenőrizzünk. Nincs mit. Hát ha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen. Jó kaszperezést mindenkinek. És most okos leszek, és leállítom a felvételt, mielőtt lehúzom a monitort. Szóval nem sikerült.